A Skipper magazint a Seiko Magyarország támogatta. A svájci safran hódította meg a Balatont, ám a kékszalag idei nevezési listájából biztosra vehettük, a mieink újra győzni tudnak majd Közép-Európa legnagyobb tókerülő versenyén. Stabil dobogóra számítunk a kékszalag tekintetében. Én úgy gondolom, hogy ez egy reális célkitűzés lehet, és nyilván, hogyha az események sora úgy hozza, akkor akár ez egy kiemelkedőbb hely is lehet. A legfontosabb az, hogy jól szórakozzunk. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy itt a pozitív érzelmek dominálnak már ebbe a csapatba. Nyilván szeretnénk nyerni, de jól akarunk vitorlázni. És hogyha jól vitorlázunk, és annak az a vége, hogy nem mi nyerünk, akkor majd gratulálni fogunk a győztesnek. Litkei Farkas az, akire én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon komolyan kell számítani, mégpedig olyan tekintetben, hogy egyrészt most már rutin szerzett ebben a hajóban, másrészt nagyon-nagyon ismeri a tónak a körülményeit és a szélváltókat, harmadrészt pedig egy elképesztő jókezű vitorlázó. Meglátjuk, hogy az új 50 mit tud, milyen erős csapat lesz rajta. Eleve katamaránnal nem könnyű vitorlázni, a kétárbócúval még nehezebb, úgyhogy ott kell egy nagyon jó csapat ahhoz, hogy ők föl tudják venni a versenyt. A 48. kékszalag előzményei nem voltak a legszerencsésebbek, hiszen a verseny előtti napok hiába hoztak kánikulát, szerda este óriási csapadékmennyiség hullott az országra, így a csütörtöki rajtra igazán zord körülmények között került sor. A 155 kilométeres riadal Balatonfüredről indult, majd a Balatonkenese, Siófok, Tihany, Keszthely, Tihany, Balatonfüred vonalon kellett haladniuk a részvevőknek. Az előzetesen jelzett viharos szél miatt ezúttal 481-en neveztek, közülük pedig végül 450-en rajtoltak. Van egy mondás a vitorlások körében, az igazi balatoni hajós a nagy vihart a kocsmába vészeli át, mert nem van ostoba, hogy kint maradjon. Nagyjából arra lehetett számítani, hogy az erős szél felforgatja az esélyeket, aki azonban hitt az előrejelzésnek, az végül csalódottan távozott. A nap legnagyobb vesztese a 50-50 lett, aki az erős szélre állított két árbócossal csak szorongatni tudta a litkei csapatot, legyőzésére azonban esélyt sem kapott. A verseny végül nem a szélben, hanem a szélcsendben dőlt el. Az éllovasok a Keszthelyi öbölbe behajózva ugyanis olyan területen találták magukat, ahol szinte semmilyen szél nem fújt. A 11-szeres kékszalag győztes Litkei Farkas azonban ekkor jobban kalkulált a többieknél, így némi előre tett szert az üldözőkkel, például a Józsa Márton vezette 50-50-vel szemben. Keszthely felől visszafelé vitorlázza pedig a megszerzett előnyt Litkeiék már nem adták el, így végül 8 óra 34 perc 6 másodperces idővel elsőként értek a célba. Második lett a 50-50 6 perc 14 másodperc hátránnyal, harmadik pedig a Dr. Kaiser Krisztóf kormányozta Extreme Sailing Teamzárt, 14 perc 42 másodperccel lemaradva a Litkeiék mögött. A legjobb egytestű vitorlás a Principessa nevű libera lett, amely Oroszlán Péter kormányzásával győzött ebben a kategóriában. A többtestű hajók előnyét mutatja, hogy az abszolút értékelésben a Principessa a 7. helyen végzett. A 12. kékszalag győzelmét szerző Litkei először tudott katamaránnal nyerni. A Skipper magazint a Seiko Magyarország támogatta.